szuper pokolyó. Itt van pokolyó. Ahó, pokolyó. Pokolyó? Pokolyó? Nem. Mi nem pokolyó? Nem pokolyó. Nem pokolyó vagy? Hát akkor ki? Meg tudjátok mondani, hogy pokolyó ma kicsoda? Szuperhős! Csíha, értem már. A köpeny, a P betű. Szóval szuperhős vagy. Szuperpokolyó! Szuperpokolyó! Hajjaj! Csűha! Tényleg szuperhős vagy, pokolyó! Pato, szerintem pokolyó azt szeretné, ha játszanál vele. Szuper pokolyó és szuper Pato. Na és mi szuper pokolyó első megbízatása? Szuper pokolyó segít! Ez aztán a remek ötlet. Hű, szuper pokolyó a szuperlátása segítségével észreveszi, ha valaki bajban van. Szundi madár, beszorult. Beszorult? Hát én nem vagyok biztos benne, hogy... Figyelj, Pato, pokolyó most szuperhős, tudja, mit csinál. Szuper pokolyó! Észrevettél valaki mást, akin segíteni kell? Lulán? Hát szerintem Eli most csak pihen. Nem! Eli beszorult. Szuper pokolyó! Nem, Eli, szerintem pokolyó csak szeretett volna... De nem érted, hogy pokolyó csak azt játszotta, hogy... Ajaj, Pato. Szerintem pokolyó ezek után nem érzi magát valami szuperül. Menj oda és vidítsd fel. Pato. Jaj, Pato, a kalapod... Segítség, Pato nem lát semmit! Ke
kell, hogy legyen valahol valaki, aki segít Patón. Ismertek valakit, aki segíthetne Patón? Szuper Pokolyó! Ő segíthetne! Ügyes vagy, Pokolyó! Végül mégiscsak szuper napunk lett. Éljen, Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Baráti csetepaté. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Ó, és ha-ho, Pato! Te is itt vagy! Hű, ezt nevezem együttműködésnek! Pokolyó dobálja fel a téglákat, Pato pedig a helyükre rakja őket. A csapatmunka mindig nagyon hasznos. Fantasztikus építmény! Kitalálja valaki, hogy mit épít Pokolyó és Pato? Kastélyt! Úgy bizony! Ajaj, Pokolyó! Most mi lesz? Patónak szüksége volna még egy téglára, de te már az összeset felhasználtad. Ó, Pokolyó, szerintem ez nem olyan jó ötlet. Pokolyó, Pato! Semmi okotok arra, hogy haragudjatok egymásra. Senki sem tehet róla. Pato szeretett volna még téglákat, és Pokolyó csak segíteni akart neki. Ugyan már, béküljetek ki. Ne! Pokolyó, Pato! De jó, megjött Eli. Ő talán majd elsimítja ezt a nevetséges civakodást.
Nézd csak, Pokolyó! Hát ez tényleg nehéz helyzet. Meg tudjátok mondani Pokolyónak és Pátónak, hogy Eli szerint mi a megoldás? Legyetek barátok! Barátok! Szerintem Pokolyó és Pátó most megtanulta, hogy barátkozni sokkal, de sokkal jobb, mint haragudni. Éljen Pokolyó és Pátó! Pápá, nem sokára találkozunk. Rendetlen vendég. Mi volt ez? Megint itt vannak. Megmondanátok, hogy kik ezek? Pokolyó! És Szundi madárka! Igazatok van. Ha-ho, Pokolyó. Ha-ho, Szundi madárka. Ha-ha! És mi a terved mára, Pokolyó? Pátó. Pátó? Ja, igen, ott van Pátó. Az építőkockákkal játszik. Játszunk! Jó mulatság volt, igaz? Most azt hiszem, ideje egy kicsit rendet rakni. Hová tűntek? Ez csak valami tévedés lehet. Biztos nem hagynak itt csak úgy, hogy te pakolj el egyedül. Tű, Valentina befejezett kirakóst. De jó! Játék! Hurrá! Hajjaj,
Hát ez nem volt valami nagy segítség, ugye? Eli és a babája piknikezni mennek. Igazán kedves Eli, de finom sütik. Eli mindjárt hoz még. Ezek is jól néznek ki. Micsoda rendetlenség! Papa! Pokolyó, ugye tudod, hogy a barátaid nagyon haragszanak rád? Pátó! Látod? Halvány gőzöd sincs, hogy miért ilyen morcos. Igen, Valentina is haragszik rád, Pokolyó. Eli! 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 Megmondanátok Pokolyónak, hogy miért sértődtek meg a barátai? Mert rendetlenséget csinált! Mert rendetlen! Ez igaz. Rendetlen. Emlékeztek Pátó építőkockáira? És Eli piknikére? Na és persze Valentina kirakósára. Szerintem bocsánatot kellene kérned. Pátó, Eli, Valentina. Valaki mondani szeretne nektek valamit. Bocsánat. Segítsünk Pokolyónak bocsánatot kérni a barátaitól. Egy, kettő, három. Bocsánat! Szerintem megbocsáthatunk. Szerintetek? Rendet rakok. Ilyen. Végre kész. Gyönyörű. De Pokolyó, most mi? Nem értem, ez nagyon furcsa. Vajon mire készül? Ó, hát persze. Pokolyó bekeretezte neked. Ez csodálatos. Éljen, Pokolyó! Éljenek a barátok! Pápa, nem sokára találkozunk.
Pokolyó új játékai. Nézzétek, ez Pokolyó. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho! Mi az? Mit látsz, Pokolyó? Hűha! Játékok! Mi az? Hullahopp karika! Csodás! És az? Egy sárkány! Milyen gyönyörű sárkány! Sárkány! Hurrá! Patónak ugró kötele van. Ugró kötél! De jó! Csodálatos! Szörfölj a neten Ellivel! Szia, Eli! Pokolyó szeretné, ha rákeresnél egy szóra a számítógépeden. Mérlekhinta. Eli mérlekhintát keres. Mérlekhinta. Igen, ez az. Egy mérlekhinta. De jó móka. Még. Csúszda. Pokolyó most csúszdát szeretne látni. Hű, ez aztán a hosszú csúszda. Köszönjük, Eli! Igen, köszönjük, Eli. Ügyes vagy. Megmondanátok, hogy mi ez? Hullahopp karika! Úgy bizony, ez egy hullahopp karika. Hoppá! És ez mi? Sárkány! Úgy bizony, ez egy sárkány. Ajjaj! Megmondanátok, mi ez? Ugrókötél, bizony! Ajjaj, szegény Pokolyó! Állatos összekötősdi! Ha-ho, Pokolyó! Á, értem. Most csak a képre figyelsz. Tudod, mi ez? Kössük össze a pontokat, hogy kész legyen a rajz. Na és most, Pokolyó, már tudod, hogy milyen állat ez? Nem. Akkor kössünk össze még több pontot. Most már tudod, milyen állat ez, Pokolyó? Megmondanátok Pokolyónak, hogy mi ez? Ez egy panda, Maci! Úgy bizony, ez egy panda. Panda! Eli azt szeretné, ha újra kipróbálnád a hullahopp karikát, Pokolyó. Hullahopp! Most próbáld meg újra röptetni a sárkányt, Pokolyó. Sárkány! Nem rossz.
És most jöhet az ugrókötél. Ugrókötél! Hurrá! Bravo! De jó! Énekeljünk! Now it's playtime. Come on and play with your friends. You can choose one or try all the different toys. You can try the hula hoop. You can try the skipping rope. You can try to fly a kite. Try the seesaw or the slide. You can try the hula hoop. You can try the skipping rope. You can try to fly a kite. Try the seesaw or the slide. Újrahasznosít. Ahó, Pokolyó! Ahó, Pátó! Ahó! Tudjátok, mik azok? Ahó, Eli! Eli! Hurrá, 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 hurrá! Mit hoztál? Á, csupa olyan dolgot, amit újrahasznosíthatunk. Üvegek! Az üvegek az üveggyűjtőbe kerülnek. Konzervdobozokat, azok a konzervgyűjtőbe valók. Konzervek. Újságpapírt, az a papírgyűjtőbe megy. Én, most én. Most Pokolyó válogatja szét a szemetet. Pokolyó meséi. Ahó, Pokolyó, mi az? Mese! Úgy tűnik, Pokolyó talált nektek egy mesét. Egyszer a hangyaházában bulit rendezett a hangya és a dinoszaurusz. Vége! Hoppá! A buli után hatalmas rendetlenség volt a hangyaházában. Ezért a hangya és a dinoszaurusz kénytelen volt söprögetni, mosogatni és porszívózni. A ház nagyon-nagyon tiszta lett, ezért csaptak még egy bulit. De akkor a ház megint csupakosz lett. Ezért kénytelenek voltak söprögetni, mosogatni és porszívózni. És a ház ismét tiszta lett. Vége! Használjuk újra! Polip, Pokolyó szeretné ezeket újra felhasználni. Polip azt mondja, nem adja a holmiját. Használjuk újra! Az jó, ha valamit újra felhasználhatunk. Üveg! Konzervdoboz! Használjuk újra!
moja! Poli moja! Poli moja! Poli moja! És most következzék a Polip mondja. Ez egy remek játék, az a lényeg, hogy mindenki feláll és azt csinálja, amit Polip mond. Polip mondja, labdázzatok! Ez az, labdázzatok! Labdázni jó! Polip mondja, rajzoljatok! Gyerünk, rajzoljatok! Polip mondja, fotózzatok! Ez az, fotózzatok, úgy néz! Polip mondja, ennyi volt! Válogassuk szét a szemetet! Megmondanátok Polipnak, hogy mit gyűjtünk ebben a kukában? Az üvegeket! Az üvegeket, úgy bizony! Megmondanátok Polipnak, mi kerül ebbe a kukába? A konzervdobozok! A konzervdobozok, igen! Megmondanátok Polipnak, mi megy ebbe a kukába? Az újságpapír! Az újságpapír, így van! De jó, hogy mindezt újra felhasználhatjuk. Énekeljünk! Egyért. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Mondd, mit csinálsz ma, Pokolyó? Játszom! Játszol? Micsoda nagyszerű ötlet! Na és kivel játszol, Pokolyó? Barátokkal! A barátaiddal, hát persze! Micsoda buta kérdés! Mi ez? Én is hallom, Pokolyó. Szerintem felülről jön. Megmondanátok, hogy ki az ott fönt a felhőn? Szundi madárka! A Szundi madárka! Úgy bizony, Szundi madárka az.
szerintem nagyon jól érzi magát. Tessék, Szundi madárka, mit mondasz? Azt szeretnéd, ha Pokolyó odafönt játszana veled. De Pokolyó nem tud repülni. Szerintem Szundi madárka azt szeretné, ha megpróbálnál repülni, Pokolyó. Ne légy szomorú, Pokolyó. Nagyon jól csináltad. Pató! Igen, ez Pató hangja. Nézzétek! Mi ez a hang? Megmondanátok Pokolyónak, hogy kinek a hangja ez? Lulai! Lula! Igen, Lula az! Lula, Lula! Na, itt van valaki, akivel játszhatsz végre! Ajaj, egyre bonyolultabb ez az egész. Szegény Pokolyó, úgy látszik nem tud játszani a barátaival. Végre van itt valaki, akivel játszhatsz. Valentina! Jaj! Ó, Pokolyó! Előfordul, hogy a barátaid olyan dolgokra képesek, amikre te nem. De az igazi barátok mindig azt szeretnék, hogy te is együtt légy velük. Na hát, ez furcsa. Mintha te is lebegnél, Pokolyó. Hogy lehet ez? Oh, értem már.
Éljenek a barátok, éljen Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Madárkacsőszök. Szundi madár. Telefon. Szundi madár. Talán ha együtt kiáltjuk, hogy ébredj, Szundi madár, akkor felébred. Mehet? Ébredj, Szundi madár! Ébresztő! A telefon. El kell menned? Értem. Hát biztos találsz fiókacsőzt Szundi madárka mellé. Kéri meg valakit! Nem! Te! Bátor, takaríts! Szundi madár azt szeretné kérdezni, vigyázna-e valamelyik őtök Szundi madárkára egy darabig? Nem? És mi van, ha a fiókacsősznek nem kell rendet raknia? Tessék, Pátó, azt mondod, vigyázol Szundi madárkára? Nagyszerű! Akkor ez azt jelenti, hogy te raksz rendet. Igaz, Pokolyó? Szia, Szundi madárka! Jól aludtál? Az anyukád nincs itt, Szundi madárka. El kellett mennie egy rövid időre. Na, na, Szundi madárka! Nézd, itt van a barátod, Valentina! Örülnél, ha Valentina veled maradna? Hát ez jó öt... lett. Ajaj. Téged utánoznak, Pátó. Ó, uzsonna. Mi? Anyukád nem ezzel szokott etetni? Sütivel? Ha Pátó ad egy kis sütit, akkor abba hagyod a sírást és ágyba bújsz. Ójaj, Pátó. Úgy látom, Valentinának vécére kell mennie. Most! Gyorsan, gyorsan! Siess! Siess! Ajaj. Na végre! Ideje ágyba bújni. Anyukád előbb mindig kivisz sétálni a holdra? Te ígéred, hogy utána rögtön ágyba bújsz? És most ágyba. Jól jönne Pátónak egy kis segítség, Pokolyó.
Madárka, Valentina! Nem pasó! Nem könnyű feladat a kicsikre vigyázni. Tudom már, mi lenne, ha összefognátok? Mit gondoltok? Segítsenek egymásnak, Pokolyó és Pato? Igen! Segítsetek egymásnak! Szundi madárka azt kérdezi, mit csinálsz, Pokolyó? Alszunk. Hű, Pokolyó és Pátó elálmosodott. Szeretnének bebújni az ágyatokba. Nem, feküdjenek csak a saját ágyukba. Hát, rendben. Fiúk, annyira ügyesek voltatok, hogy Szundi madár azt szeretné, ha minden nap vigyáznátok a kicsikre. Szerintetek is vigyázzanak a kicsikre minden nap? Igen, igen! Vigyázzanak rájuk minden nap! Ha-ha. Na jó, éljen a csapatmunka! Pápá, nem sokára találkozunk! Kényes kacsa. Halljátok ezt? Mi ez? Vajon ki lehet az? Segítene nekem valaki? Ki énekel? Pato! Pato, hát tényleg te voltál. Nagyon meglep, hogy így tudsz énekelni. Na, készen vagy. Pato a tisztálkodást mindennél jobban szereti. Ma hányadszor zuhanyozol, Pato? Harmadszor? Bocsánat, negyedszer, hát persze. De szerintem ideje indulnod. Pokolyó és Eli már vár. Hát igen, Pato akkor boldog, ha tiszta. Pato, Pato, vigyázz, ott egy... Hű, ez nem sokon múlott. Szerintem Eli és Pokolyó éppen ebédel. De vajon mit esznek? Pato, kérsz egy szendvicset? Igen! Pato? Ó, értem már. Összemaszatolnád magad. Pato, miért nem jössz elő? Pokolyó és Eli már biztos befejezte az evést. Igen, most már biztos játszanak. De hol lehetnek?
festés, vidám maszatolás. Ajjaj, igen. Ne ijedjetek meg, semmi baj. Csak szerintem szegény Pátó új festőset sem akar játszani. Tudjátok, épp most zuhanyozott. Mi az, Eli? 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 Pokolyó! Tudod, Pátó, nem kell annyira félni attól, hogy piszkos leszel. Igen, tudom, hogy tiszta vagy, de... Pokolyó és Eli már befejezte a festést. Vajon most mit játszanak? Ez már csak nem lesz annyira maszatolós, mint a festés. Sársüti! Ajjaj! Hát ez hihetetlen, Pátó. Egyáltalán nem lettél saras. Várjunk csak egy kicsit. Hát Pátó nagyon szeretett volna tiszta maradni, de... Meg tudja mondani valaki, hogy mi történt? Igen, sajnos meg kell mondanom, Pátó, van rajtad egy sárcsepp. Nézd! Pátó, Pátó, Pátó! Tudod, már az előbb is megpróbáltam elmondani neked, nem olyan nagy baj, ha piszkos leszel. Tényleg, tényleg, hidd el! Gondold végig most másképp. Szeretsz mosakodni, igaz? De mi a jó a mosakodásban, ha előtte még egy iciri-picirit sem lettél piszkos? Nézd csak, milyen kedvesek! A barátaid még fürdőkádat is hoztak neked. Szerintem már Pátó is rájött, hogy ha a kis piszkot kicsit jó lemosni, akkor a sok piszkot sokkal jobb. Éljen a maszatolás! És éljen a mosakodás! Éljen, Pátó! Éljen, Pokolyó! Nem sokára találkozunk a kádban. Pápá! Pokolyó! Szundi madárka rajong. Ha-hó, Szundi madárka! És ha-hó, Pokolyó! Ha-hó! Tű, nézzétek! Tapsoljuk meg mindannyian! Tessék, Szundi madárka! Azt mondod, ennél jobb labda pattogtatást életedben nem láttál? Na hát, ezt nevezem bóknak. Azt mondod, ennél nagyszerűbb építményt még életedben nem láttál? Hát tényleg szép ez a fal, de jobb, mint az egyiptomi piramisok? Hát, ha te mondod, Szundi madárka. Mi ez? Á, Szundi madárka nyilván úgy gondolja, hogy a rajzod egészen különleges, Pokolyó. Persze, természetesen, műalkotás.
Hogy jobb, mint a Mona Lisa? Hát... Mi ez? Egy vörös szőnyeg. Te jó ég! Hát ez a legkevesebb, amit Szundi madárka bálványom megérdemel. Igen! Ahó, Pato! Pato, Szundi madárka azt mondja, hogy már eleget játszottál, most ő következik. Ha-hó, Eli! Tyha, ez jó munka! Eli, Szundi madárka azt mondja, hogy az ő dolga lökni Pokolyót. Szundi madárka, Pokolyó azt mondja, hogy fáradt. Majd később újra találkoztok. Hé, Szundi madárka! Ahó! Megmondanátok Szundi madárkának, hogy ki vagy, mi zavarja Pokolyót? Szundi madárka! Szundi madárka. Azt mondtad Szundi madárkának, hogy menjen el. Tényleg újra találkozni akarsz vele? Nézz bele ebbe a távcsőbe. Szomorú. Megmondanátok Pokolyónak, miért szomorodott el Szundi madárka? Azért, mert elküldted. Azt mondtad, menj innen. Úgy bizony. Végül is csak a barátod akart lenni, Pokolyó. Hallgass ide, Szundi madárka. Pokolyó nem úgy gondolta, csak egyedül akart maradni egy kicsit. Mi ez? Egy meghívó. Valaki szeretné, ha elmennél egy buliba, Szundi madárka. Ez kedves bocsánatkérés volt, Pokolyó. Tessék? Azt mondod, ennél kedvesebb bocsánatkérés nem is létezik? Éljen, Pokolyó, és éljen, Szundi madárka! Pápá, nem sokára találkozunk. Magyar hangok. Galambos Péter. Kisvide Dorka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Nagy Gereben, Pál Dani. A szinkront a KEDD megbízásából a Masterfilm Digital készítette.